Sziasztok, Nejo 12 vagyok, és ma egy különleges csatával jelentkezem. A borító láthattátok, hogy a csata szereplője egy IS-3-as, aki a tankász, illetve az acélfal mellé szerzett egy őrjárat érmet is. Hogy ezt miként és hogyan, ezt megláthatjátok hamarosan. A videónak a címe pedig az lett, hogy All In. Aki tud pókerezni, ezt tudja, hogy ez mit jelent. Tehát egy lapra mindent felteszünk, és hogy mi is volt ez az egy lap, ezt hamarosan megláthatjátok. A térképünk Pohorovka, minden lájtal rendelkező harcos társunk, illetve barátunk, ismerősünk, aki a küldetését csinálja, azért imádkozik, hogy erre a térképre kerülhessek végre, hogy felszaladván egy spotbokorba felderíthesse az ellenséget, és meglegyen az a fránya küldetés, amelyik 4000 vagy 6000, vagy nem is tudom, hogy az utolsónál mennyit kell spotolni. A T-54 Light el is foglalta ott a helyét egy bokorba, a T-71 egy picit előrébb kúszik, ugye felderít a T-21-et. A fiúnak ezt sikerül megsebezni, mivel láncolta, tehát ővé a spot damage. Ketten vannak Yusuffal ugye egy szakaszban, Yusuff a vaszúti sinekhez ment még, Morfiú pedig ugye át erre az oldalra, a gödrös részbe, onnan a lightok, illetve a gyorsabb medek szoktak spotolgatni, illetve spoton tartani az ellenséget, felderíteni. Mind a ketten a Global Liberation Army Operation Black Rain nevű klánnak a tagjai. Morfiúról tudni kell, hogy nagyon kevés csatája van neki. Ez az első 8-as tankja, és annyira az elején van még ebből a csatával ennek a tanknak, hogy éppen csak hogy megvan rajta a legénység, tehát semmiféle extra képességekkel nem rendelkezik a tankja. Ezért ha most itt jelen pillanatban felderítik, nincs paralámpája, hogy ezt tudassa vele, tehát tulajdonképpen folyamatosan mozgásba kell lennie neki, hogy az arti ugye ne jusson ide, vagy ne csapjon ide, vagy ha ide lő, akkor ugye ne találja el. Mert a GV Tiger Pia 8-as német arti bizony tud akkor átcsapni, hogy akár egyetlen egy lövése is ki tudja szedni. Az AMX 1390 átrohan ebbe a részbe, itt általában a lightok meg szoktak ütközni, hogyha valamelyik túlságosan előre jön. Most itt a szembegyalan éppen az AMX 1390 lesz. Mert 4 lövésbe ugye 3 lepattanója volt neki még. Morfiú pedig 2-t be tudott vinni, tehát egész szépen leszette. És a VK3002D-t pedig a Jagdtiger kicsapta. Tehát ez is valószínű, hogy vagy a Light T, vagy pedig az övé a spot damage belőle. Ugye a fok még 1500 élet HP-n van jelen pillanatban. Épp eltűnt, tehát nem látom, hogy esetlegesen csökkent volna az életpontja, de valószínű, hogy a két Jagdtiger, illetve a Panther hátulról nagyon szépen szedegette őket. Szembe van egy T-37-es Lightunk. Sőt, már ő sincs ott, hanem a másik oldalon van. És figyelmet kér a Panther részéről, akit a VZ-111 ki is szedett. Tehát most már ő is megvan. Itt van mellette kb. Egy kockányi távolságra, tehát olyan jó 100-120 méterre. Picit előrébb csúszik, hogy meglássa, ott már fel is derítődött. Fog egy 397-tel suhintotta meg az elejét a VKB, illetve a Tigris 2-es, mind a ketten lepattantak az elejéről. Fók ismét lepattant, és a T-37 pedig ugye megpróbálja kiszeregetni. Az első bement, a harmadik lepattanó volt már, és ha sikerül betölteni, már pedig sikerül, akkor pont kibírta még azt a 80 életpontot szedni belőle, tehát ő lett az első frag, és időközben 1625-nél tartunk páncél által felfogottakba. Fok ismét lepattant.
vagyis nem is lepattant, hanem csak láncot vitőlni rajta. Ezt nem sikerült a Tigris 2-re bevinni, viszont a háttérben nagyon szépen szeregették, úgyhogy csak 44 HP-t hagytak nekik összesen. Most a WZ 111 soros rálát, becélozza az oldalát, és 422-t bír belőle kiszedni a végén. Folyamatosan ingázik, hogyha az arti esetlegesen ide lőne, akkor ne legyen neki tiszta célpontja. De az artinak ugye eszébe sincs ide lőni. Minden bizonnyal a hegyet püfölgeti folyamatosan. A roncsokon túl ugye egy kicsikét előrébb megy. A Tigris 2-es már látta rég, de nem bírta megsebezni. És egy panter. Egy panter 2-es volt itt a beállva az egyik bokorba, akit ugye eddig ugye nem láttunk. A VK4502B-nek sikerült most egy 282-t az oldalába. A Tiger az csak láncolni tudta ismét. Panther 1500 életpontja pedig elfogyott a Panther 2-esnél, tehát ez is az ő javára íródik. A fogból is az 1550-nyiből egy 330 maradt meg. Hát ezt is ő adta a spotot erre a tankra is. A közelébe ért közvetlen az út mellett ugye a Tigris és a jaktigerek most már ugye kiszehették. A 44 HP-s Tigris 2-es. Hát ugye most az útnak ezen az oldalán és a túloldalán ebben az 1-es 2-es szektorban ugye 4 darab olyan tank volt, ami 1500 életponttal rendelkezett, tehát ezt mind ő spotolta, illetve tartotta spoton, derítette. Itt 6000-re. Spot Dimizsnél járunk, hát ez bármelyik light tanknak becsületére válna. Igaz, tegyük hozzá, hogyha az arti egy kicsit szemfülesebb, azért megkeseríthette volna a dolgát. Tehát azért is adtam ennek a videónak az All-in címet, mert mindent egy lapra tett fel, amilyen volt. Bejön, ha meg nem, akkor ugye akár a csata első percébe meghalhatott volna. A jaktiger van még az ellenségnél, a túloldalon egy R3, egy T69 és az arti, aki nem lett meg. De most már megvan. Még ketten vannak. Itt, hogy most átbukik a túloldalra, több mint valószínűleg fel fogja spotolni a jaktigert, és ha meglődik, akkor az az övé lesz. Nem biztos, hogy mondjuk ez neki íródik a számlájára. Az RHM-be mellé ment, hát hogyha esetleg ez is ugye ő derítette fel, akkor ugye ez is neki íródik a számlájára, majd látjuk. A jaktigernek vége, az RHM még kevés élete maradt neki, és ez lett a harmadik fregje. Hát az RHM-et azt nem ő derítette, tehát ez nem neki, és akkor nézzük, 8395 spot damage, tehát ez igazán különleges csata volt. Köszönöm a figyelmeteket, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb, szervusztok!